A megkérdezett portugálok többsége szimpatizál a franciaországi sárga mellényes mozgalommal. Portugáliában az eddiginél keményebb megszorításokra kell készülni. Ezek a tényezők is hatással voltak az Európai Szocialista Pártszövetség lisszaboni kongresszusának hangulatára. Egy francia férfi úgy látja, Portugália fejlődött az elmúlt években. Szerintem Portugália, ahol népszerű a baloldal, jó példa, de alig esik szó erről és a szélső balról a francia médiában. Portugáliában mindig is erős volt a baloldal bázisa, de a megszorítás az elmúlt években rányomta a bélyegét a társadalomra. Sokan úgy érzik, hogy magukra hagyták őket a politikusok, és egyre nagyobb a szakadék a politikusok és a valóság között, összegzi tudósítónk. Távol az idegenforgalmi nevezetességektől egy piacon kérdez helyieket az Euronews. A Benfica negyedben középosztálybeli családok és nyugdíjasok élnek. Érezhetően erősödik a pesszimizmus Portugália helyzetéről. Egy nyugdíjas asszony szerint sokan élnek nagy szegénységben, akik segélyekre szorulnak a mindennapokban. Mások koldulnak, hogy legyen mit enniük. Egy zöldséges azt mondja a franciaországi tiltakozásokról, hogy elutasítja a vandalizmust, de érthető az emberek követelése, hiszen minden egyre drágább. Egy idős férfi szerint még a szocialista politikusok is eltávolodtak az emberektől, pedig régen a szocialista pártok közel voltak az emberekhez. A mostani szocialisták nem segítik a valódi problémák megoldását, állítja ez a férfi. Az utcán guberáló embereket látva válik egyértelművé, miről beszéltek a megkérdezettek. Az európai szocialista pártokat gyakran éri a bírálat, hogy nem követelik olyan erősen a szociális igazságosság érvényesülését, mint elődjeik. Franz Timmermans, a pártcsalád elnök jelöltje szerint a sárga mellényes mozgalom cselekvésre szólít. Bármilyen legyen valakinek a politikai meggyőződése, az egyértelmű, hogy az Európai Unió legtöbb tagállamában tömegek küzdenek nehéz életkörülményekkel. Épp ezért az a feladatunk, hogy tegyünk az emberekért, és visszaadjuk számukra a reményt. Szerte Európában a szélső jobb oldal erősödése figyelhető meg, miközben a baloldali pártok bázisa gyengül. A közelgő európai parlamenti választásokon ezzel a kihívással is szembe kell nézniük a szocialistáknak.